Jó reggelt! Azt a micsoda reggelünk van! Hello, Cristiano Ronaldo! Na nézzük, merre van a Cristian? Cristian, hol vagy? Itt vagyok, te! Hol? Hát én! Hol? Nem látod, hogy hol vagyok? Nem! Máté, nézd csak föl! Wow! Mi a fene? Mi az? Mindjárt megmutatom. Lemegyek hozzád, Máté. Asztal! Szerbusz, Máté, barátom. Hadd mutassam be neked. Repülő Frici. Igen. Ez most kamaj. Igen. Nemrég szelidítettem videón kívül, gondoltam kipróbálom, és hadd mondjak el valamit. Eléggé király. Eléggé király? Igen, annyira király, hogy úgy örülök, hogy... és még füttyentettél is egyet? Annyira örülsz, hogy füttyentesz egyet? Wow! És Krisztián, mondd, hogy ilyet nekem is tudunk szelidíteni. Igen, Máté. Ahogy mondod, neked is tudunk szelidíteni, és tudunk majd repülni, juhú! Jó, srácok, azt szeretnék mindenkit megkérni, hogy ha van kedvetek, akkor lájkoljátok a videót. Nem kötelező, de nagyon szoktunk örülni neki, úgyhogy ha szeretnétek nekünk jó érzést okozni, akkor lájkolhatjátok a videót, ha van kedvetek. Na szóval, Máté, hadd mondjak el még valamit srácoknak. Azt mondtuk az előző videó végén, hogy shotgunnal pofán robbantjuk a velociraptorokat. Ja. És ezt meg is fogjuk csinálni. Csak viszont gondoltam valamire. Na? Most le tudunk craftolni egy ilyen egész egyszerű kis shotgunt. Hát igen, én is azt amit néztem. Amit már te is le tudsz craftolni, a shotgun nevezetű shotgun. Nos, és ott láthatod alatta, aha, azt a shotgunt, azt már én le tudom craftolni, és az pump action shotgun, szóval ez ilyen pump shotgun. Viszont ezt egy kicsit lehezebb lecraftolni, de azon gondolkoztam, hogy ne rontjuk el, ne azt az egyszerű shotgunt mutassuk meg a srácoknak, hanem ezt a jó kis pump shotgunt. Hát viszont igen, az elég sok mindent kell még farmolni, és arra gondoltam, hogy mivel nem tudom, hogy hol kell ezeket farmolni, meg keresgélni kell mindenféle ilyen lelőhelyeket, ezért a kedves repülő Fricivel körbe tudunk repkedni, és tudunk keresni dolgokat, hogy... Jaja, feltakülni mögéd vajon? Hát, nem hiszem. De általában azt mondták amúgy, hogy... Aszta! Valaki azt mondta, hogy valaki... Aha, aha! Valaki írta a kommentbe, hogy föl lehet venni egymást, úgyhogy azt meg is próbálom most. Beled nyomtad talajba. Az a baj, nem bír el. Nagyon kicsi a teherbírása. Nagyobb szintre ki kell képezni. Hát vagy, keresni kell egy jobbat. Na, srácok, ez itt az Ark sorozat következő része. Juhu! Juhu! És ebben a videóban el fogunk menni egy kicsit kalandozni. Repülő Frici és az én jövendőbeli repülő dinómmal. Ja. Hát jól elmondtad. Hát elmondtam, értelmesen elmondtam. Szóval szelidítenünk kell nekem egy ugyanilyen dinót, ezt a pteranodont, és mivel a Krisztiánnak már megvan, ezért egy kicsit tud benne segíteni. Plusz nekem van trankú arrom, és azt hiszem nem kell bele túl sok trankú arrom, úgyhogy megnézzük. Ja, hát úgy csináljuk, mert ez nem menekül, és általában hat rá a bola. Ja, tényleg. Igen, és igen. És le kéne a bola, kéne keresni neked valami nagy szintűt, mit szólsz? Hát igen, kéne keresni valami nagy szintűt. Plusz, mivel is kell ezt szelidíteni? Medjoberry-vel? Hússal. Ezt hússal kell? Igen, nyers hússal. De ajaj, tök mindegy, mert ott körülötte tudunk találni. Szóval akkor ennek a inventoriába folyamatosan kell legyen hús, mi? Igen. Igen, és már félig majdnem meghalt, mert nem eteted okosra. Hát de, most adtam neki. Nem, nem adtam neki oda? Nem adtam neki oda. Jaj, ne, repülő Frici, már is odadom. Jó, na szóval, most... Szóval, Krisztián, ezt a mortáren peslét, meg ezt a izét, ezt vigyük már innen, ezt a cooking potot, mert semmire nem kell, és csak itt a... foglalja helyet. Ezt a cooking potot ide lerakom a campfire másik oldalára. Szóval, mire van szükségünk, Krisz, ahhoz, hogy elinduljunk szerezni
nekem is egy ilyen pteranodont, egy nagyobb szintű. Hát kellene. Igazából kellene egy-két bola. Az van. Okés. Tranquáró, az nálam van. Okés. Akkor fölpattanok a morféra. És már mehetünk is. És mehetünk is. Ennyi. Jó, akkor induljunk. Ja. Na, szóval srácok, végre nem kell készülődni, mint minden egyes videó elején. Ja. Úgyhogy tök király. Igen, na, elég jó. Már csak keresni kell egy ilyen pteranodont, ami, hát, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz, mint gondoljuk, de ha eláld az utamat, akkor melyik nehezebb? Itt előbb, mintha láttam volna egyet, szóval itt megnézhetjük. Hát jó, de nekem nem ilyen szar szintük el, hanem legalább ilyen 30. Hanyas vagy, kedves uram. Hanyas ő, nézd meg. Hármas, hát ja, az nem az elég. Pici. Pedig jó néz ki, ja, szép. Ja, pedig jó, szép. Szép a festése. Na mindegy. Hát igen, amúgy az a jó, hogy nem olyan OP, mert nem tudsz csak úgy repkedni vele, mert elfárad elég hamar, szóval... Hello Cristiano Ronaldo! Hello Cristiano Ronaldo! Mi a helyzet? Hogy mennek a 11-esek? Remélem jól. Na. Ja, ja. Várj, megnézem, hogy a kajája hogy állna, hogy itt néhen halljon nekem. Igen, már a... Fullos, szóval itt tud Morpheus enni akkor. Is kicsit éhes, úgyhogy kap egy kis ennit. Várj, én is vágok nekik sennivalót. Na jó, akkor keresünk valami nagyobbat. Ja, de mindig ugyanott mászkálunk, Krisz, beljebb kéne menni. És ezt meg fogjuk tudni tenni ezzel a repülő dínóval, ugyanis azt, amilyen öböl nézd. Ugyanis ezzel lehet repülni, és azt hiszem, hogy nagyon sokat is lehet menni vele, nem, Krisz? Annyira nem, de hát sokkal gyorsabban lehet haladni, mint gyalog. Ja. Egyébként, srácok, egy kis kulisszatitkot hadd áruljak el. Még az előző számítógépemen elkezdtük ezt az Ark sorozatot, csak mivel nagyon rosszul ment a gépemen, ezért elvetettük. És abban a videóban, amit egyébként már letöröltem, szóval vissza se tudjuk nézni, ide akartunk költözni ebbe az öbölbe. És amúgy ez tényleg nagyon jól néz ki, szóval... Ja. Szóval ez nagyon szupi lett volna, ha itt lehet, vagy itt laknánk, de mindegy. Nem tudom, hogy itt fogunk-e tudni találni. Opa, ott repked valami. Biztos, ja, ott megy egy. Nézzük meg, hanyas. Négyes. Hát ez szerintem nehezebb lesz, mint gondoltuk. Ja, pedig szoktam látni a 30-as szintet. Vannak igen ilyen 30 fölöttiek, szóval ja. Biztos fogunk tudni találni, de hát itt nagyon sok van, ahogy látom, szóval... Ja, hát menjünk itt körbe-körbe, aztán egyszer csak találunk. Nézd, itt van egy ilyen láda. De azt, ha kinyitod, Máté. Nézd, Máté, itt van egy ilyen láda, ebben van az a... Jó, kinyitotta, és most 5 percig 4-szeres XP-t kap a Máté. De én nem nyitottam ki, én csak oda sétáltam hozzá. Milyen baromság ez? Na, mehetünk. Oké, és Máté, most öld a mobokat, mert 4-szeres XP-t kap. Nem akarom ölni a mobokat. Jó, akkor nem kapsz 4-szeres XP-t. Jó, nem kapok. De amúgy ölem, várj. Jó, és milyen mobokat? Nincs semmi, ez a legkihaltabb terület a világon. Nézd meg ott alul a képzésedet, és láthatod, hogy hogy megy majd az XP-t. Hol alul? Nem tudod, nem lát, nem tudod, hogy hol megy fel a XP-t. Nem. Ezt az amatőr, tehát azt se tudja még, hogy megy fel az XP-je. Hát ott, ott alul, házunk. Ami a csuklódban van, az a na kő. Gyere, barom! Ez hülye. Nem, amúgy nyil, vagy hát nyilpuskával. Az simán lezúzott. Jó. Yeah. Felülök ide. Charge-ol, vigyázz! Jó. Ott alul látod a legalsó bal, jobb sarokban. Az a baj, nem tudom így lőni. Mert a pajzsát mutatja nekem. Ennyi wow. Vagy csicska. Azt, ahogy kinyírtad. Ja. Na menjünk. Bakker, ott volt egy madár, ezt nem hiszem el. Ez az, most fog leszállni. Szállj le, mister. Várj, megnézem, hogy hanyas, mert akkor nem érdemes vele. 33! Na, let's go! Akkor ez jó lesz. Próbáljuk követni. Várj, egy balát megpróbálunk rádobni. Azt nem tudod ott fönn. Á, elrepül. Mindegy, menjünk arra. Hát, ha utolérjük. Oké, most fog leszállni. És... De, ne... Ja, ez 33-as? Igen! Jó. Nem... Igen, de ne öld meg azért! Nem szurkálom meg túl sokszor. Oké, okay, mindjárt elalszik. Várj, belelövök Tranquárót. Jó. Menj az élete! Nem tudom, az a baj, de nagyon sokat sebeztél rá, 58-at. Hát ne... de... Oké, és elájult! Oké, okay, elájult, jó. Oké, okay, és akkor most kell hús.
Ja, meg nem hoztunk narkobárit, ezt nem hiszem el. Ja, mert narkobár is kell? Persze. Veltek ki a Morpheusnak a... Hát vegyél. Üzeljéből. Nem tudom, hogy mennyi kell neki, szóval kiveszek 37-et. Ide a hazatok szaladni és a repülő fricivel tudok hozni narkobárit, hogyha úgy van. Oké. Okay. Jól van. Nem, hát szedjünk, és akkor szerintem egy pár elég lesz, nem kell nagyon sok valószínűleg. Hát jó, de nem szed. De persze, és itt sehol nincs bakar az erdő közepén. Na nehogy már. Még egy narkobárit csak kaptam. Minden más berryből már század, de narkobárjből ennyit csak. Ez az, most kaptam egy narkobárit. Nem akar témingelődni. De miért? Hát nem tudom, hogy mi baja van, de nem akar témingelődni, pedig benne van a hús. És tökéletesen kellene, hogy témingelődjön, de nem akar. Szóval valószínűleg bagas. Ez az. Az jó van. Elindult, akkor már csak kell a sok-sok narkobári. Várjál, okay. Nézd már, te úgy lehet, ha nyom be, nézd meg, mennyit visz föl neki a narkobári, a izét kell. A rá kell nyomni jobb gombbal, és hogy meg kell etetni vele. Igen. Oké, és akkor meg kell nézni, hogy mennyit megy föl. Mm-hmm. Jó, elkezdett fölmenni az unconscious. Jó, akkor itt most várni kell egy ideig. Még ezt megeszi. Csak muszáj lesz több narkobár, úgyhogy hazamegyek a Morpheusszal. Oké, okay, na menjünk haza, szerintem annyi idő alatt simán visszaérünk. Csak meg kéne jegyezni, ezt nem tudunk itt... Én nekem mutatja, hogy hol van. Ja, jó. Amúgy itt vagyunk nem messze, szóval ott a házunk. Ja. Szóval... Te majd tutaljjal visszajössz. Hát ez nagyon fájdalmas volt. Na mindegy. De majd tutaljjal gyere vissza, én meg visszarepülök a fricivel. De visszajöttünk mind a ketten tutaljjal is egyébként. Köszönjük szépen, Morpheus, a kedves szolgálatodat. Jaja, köszönjük szépen, Morpheus. Oké, okay, bengaratymester, és hozok egy csomó narkobárit. Azaz 91-et, az annyi bőven elég lesz, nem? Hát, az biztos. Oké, okay, na akkor mehetünk vissza. Ez az, juhihá, mehetünk. Irány a tenger, azaz a kis öböl. Irány na. A tenger, kovák. Megyünk is már a cél felé. Ajajaj, sziklába ütköztünk, ezt nem hiszem el. Majd jó lesz, mikor szelidítjük azt a velociraptor ránk támad, igaz? Ja, hát az tényleg vicces lesz, de nem baj. De amúgy haza tudjuk hozni tutállyal is. Meg ne fagyjuk. Jajjaj, esteledett. Igen. Nálam van fákja, az számít? Hát, valamennyit talán. Hehe, baby teknős. Nálam is van amúgy. Fákja, jó, na én nem látom, hogy hol van. Számít, mert most melegen van, azt írja. Úgyhogy... Aha, jó. Nem tudom, hogy hol van. Itt van, gyere. Ja, jó. Jól van. Azaz. Jól van, és akkor most itt megvédjük őt. Míg nem témelődik meg rendesen. És konszumolok egy csomó narkobárit, hogy felmenjen az unconscious. Máté, ne égesd a fákját, mert megy le a vizem, mert melegen van tőle. Jaj, jó. Hú, tényleg amúgy nekem ja, is mindjárt és szomjan halok. Ja, mert benn vagyunk a dzsungelben. És 26 fok van. Miért nem megy fel a unconscious? Lemegyek ide a partra inni egyet. Jó, én is megyek, mert nekem is kell. Oké, gyere. Ott egy megaladon, látod? Ja. Fúj, és beleszartam a vízbe, és megittam. Néhány perccel később. Ez az! Name your Pteranodon! Végre! Ez az! Nagyon sok idő volt, srácok. Szóval az lesz a neve, hogy égből szalajtott. Juhú! Ezt nem hiszem el, és ilyen hülye izé. Igen, rövid, a ő meg a űt nem engedi. Várj, akkor kisűvel, vagy rövidűvel írom. Máté 46-os szintű lett. Égből szalajtott Peti. Juhú! Na menjünk. Máté 46-os lett. Hát ezt mondtam, hogy plusz 13 szinte lesz. Ja, tényleg. Mondtam a Krisztiánnak, hogy ott volt egy taming effectiveness, plusz 13 level. És nem hitte el, hogy plusz 13 level hozzáadódik. Tehát mindent rá kell adnom, nem lehet ráadni a pontokat. Mi ez az hazugság? Na mindegy. Hát már alapból ráadja. Na Máté, menjünk haza! És csináljunk neki nyerget, azt okay. Meg el is felejtettük, hogy azt is kell. Oké, okay, na szóval akkor gyere, égből szalajtott Peti, gyere utánam, és akkor menjünk haza. Azt a ilyen olivabogyók vannak itt a főd alatt. Nem már oda. A víz alatt. De sajnos nem lehet szétütni. Na menjünk haza a királyt utánja, Krisz, let's go!
Az az. Oké, és? Örömömben szartam is egyet. Ez az azt, amilyen király úgy jön utánunk, az égből szalajtott Peti. Jaj, ne égbe szalajtott Peti. Milyen menő, mi? Ahogy itt száll utánunk, tehát nagyon király. És nagyon szép a színe, ilyen szép kékcsíkos. Az az égből szalajtott Peti, el ne fáradj. Jó van, maxos a sztaminája, jó. Ja. Na most ki fogjuk próbálni, vagyis te is ki tudod próbálni, hogy milyen repülni. És a shotgunhoz össze kell farmolni rengeteg cuccot, szóval abba bele is kezdhetünk a felderítésbe. Oké, na én megvárom, míg leszáll ide mellém, és akkor leszállítom, vagyis hogy ne kövessen engem. Ja, az elég nehéz, mert így repked össze-vissza. Nem repked az. Várj, ráparancsolok és le fogsz állni. Szállj le! Péter! Péter, szállj le! Nem fog leszállni most. Te! Nyisd meg az inventoriát! Péter, nem. Szállj le most! Nem érted, hogy nem szállj! De leszállt. Mert égből szalajtott Peti nagyon ügyes. Mert megijedsz te. Hé, valamiért halok meg. Hipotermia! Jaj, ne én is! Oké, hol torcs? Gyorsan! Van nám 10. Jó. Oké. Hú, de jó meleg. Igaz, Krisz? Milyen jó ez a jó meleg Voltorcs mellett állni. Na most már nem vagy hipotermiás. Ennyire örülsz, hogy nem vagy hipotermiás? Gratulálunk, Krisztián! Gratulálunk! Köszönöm, köszönöm. Azaz, na most nekem már elmúlt a hipotermiám. Oké, na Krisztián, le tudod kraftolni a nyergét. Igen, azt megnézem, hogy hogy is kell. És akkor lekraftolom gyorsan. Ja. Milyen fura, neked csak 19-es. Lehet egy pár üzét kell ölnünk vele. Vagy miatta, vagy tőle, vagy hozzá. Mit? Húja. Mennyi hájt kell? A teknősöket. Nem az. Hanem? Keratin kell nagyon sok. Ja, igen? Aha. Kell keratin hozzá. Ja, 75 keratin kell. Na. És csak 14 van. És a teknős ad keratint? Jaj, kitin is jó. Oké, és akkor kitinből csinálom. Ja, jó, az van egy csomó. Legalábbis én úgy tudom. Van, aha. Hú, de király lett ez a ház. Viszont, srácok, arra gondoltunk, hogy egy kicsit arrébb is mehetnénk majd innen kicsit később, hogy valami szebb helyre költözzünk, meg lehet, hogy később már jobb lenne benne a erdőben lakni, de ezt még nem tudjuk, szóval most elmegyünk és felfedezzük a térképet. Nagyon azért keveset látunk a térképből, mondjuk a Krisztián majd elment 800 milliárd helyre. Elég kicsi van felfedezve a pályából, és nem tudjuk, hogy mennyi a, vagy meg is, mekkora is ez a pálya. Úgyhogy beljebb megyünk a szigeten, és felfedezünk egy nagyobb részt belőle. Remélhetőleg könnyű lesz megcsinálni a repülő dinoinknak köszönhetően, és meg is van a nyerge. Köszönöm szépen, Krisztián! Szívesen, tedd rá, égből szalajtott Peti. Oké, és nézzük meg, hogy milyen is repülni. Máté, úgy látom, hogy tudod képezni a égből szalajtott Peti. Igen, és a végtére raktam. És a végtére érdemes, mert különben nem bír el, hogyha nincs elég súlybírása. Oké, és kiveszem az inventoriából ezt a sok baromságot, amit beleraktunk. Például az 55 narkoberry, az nem kell, ezt visszarakom a bengarottymesterhez. Jaj, én rájöttem, Máté, valamire. Ugye azt mondod, hogy új, jobb a kis szintű dínót, mert hogy arra teheted a dolgait, amire te akarod. De én rájöttem, hogy ugyanolyan gyorsan képződik a bármelyik szinten. Szóval, hogyha 200-as dínót szedsz, és az mire 20 szintet fejlődik, addigra az egyes dino is 20 szintet fejlődik, szóval azért jobban nagyobb dinót elejteni. Tudod, hát, mert az már alapból elég. Igen, mondjuk ki tudja, nem tudom. Ezt még nem tudhatjuk, de most megpróbáltunk egy nagyobb szintű dinót elejteni, és egyelőre egész jó. Amúgy jól is néz ki, nem? Ilyen jó kis csikas. Nagyon szuperül néz ki. Jaja. Na, Máté, szerintem van egy olyan kis érzésem, hogy lehet, hogy menjünk itt egy kört, nem? Oké, okay, oké, okay. Hát taníts meg repülni, mert én meg nem tudok. Oké, okay, és... Jaj, ne! Akkor mondom, hogy hogy kell. Oké. Okay. Már is mondom. Az első lépés, várja, állj be kadét, állj be velem szembe. Jó, oké, okay, és kadét. Mondom a lépéseket, jó? Igen. Oké, okay, és első lépés, nyomd meg a szóközt. Jó. Háj! Oké, és a légbe emelkedett a dínó. Hogyha most megint megnyomod a szóközt. Igen. Akkor leszáll. Jól van. És két lépés van még. Ugye a VASD-vel irányítasz, meg az egérrel. Igen.
és a shift-tel tudsz ugye gyorsan repülni, aha, viszont nagyon figyeld a dínódnak a stamináját. Oké. Okay. Ugyanis elég hamar el tud fogyni. Jó. Ha lassan repülsz, akkor tovább bírja, sokkal messzebb tudsz repülni, aha, viszont sokkal lassabban. Igen. Hogyha sprintelsz vele, akkor távolabb, vagy akkor nem tudsz olyan messze repülni, viszont hamarabb, gyorsabban. Jó. Szóval szerintem menjünk is itt egy kis kört. Oké, okay, és a kontrollál mit csinálok? Azt nem tudom. Megnézzük. Az mi volt? Azt még nem is tudtam. Ja, mert írta, hogy lehet valamit a kontroll. Nem, csak kipróbáltam. És ez fogyasztott a sztaminából? Persze, ja, majdnem az egészet elfogyasztottam. Ja, igen, úr, próbáld ki. Igen, igen. Nem akarod kipróbálni élesben ezt a pteranodont? Ugyanis ott egy áldozat. Próbáljuk. Meghaltok! Meghalsz! Sokkal gyorsabban repül. Hát sprinteljél, te hülye. Ja, tényleg. Jaj, el fogsz fáradni. Meghalt! Azt a egy ütéssel megöltem. Ja, én még csak 12-t ütöttem rá. Dehogy is. Fogadni merek, hogy egyet se. Na, ide leszállok. Fönnmaradt a vizen ez a madár, szóval... Aszta, ez most komolyan, hogy még annyi sztaminád van. Aha. Hú, nekem nagyon hamar lemegy. Hát igen, mert hogy én nagyobb... Ja. Nagyobb a szintje. Igen. Adott ez valami jobb? Jó dolgot? Hát sajnos nem, de szét tudom ütni. Na, hát Máté! Csak hide-ot adott. Most, hogy megvannak a repülődínóink. Igen? Föl kéne egy kicsit szerelkezni, hogy legyen kajánk, ilyesmi. Oké. Okay. És el kéne menni, kicsit körülnézni. Ugyanis a shotgunhoz mondom, hogy mi kell. Várj, inkább gyere haza és elmagyarázom, hogy mi kell a shotgunhoz. Na gyere, Máté. Igen? Mutatok neked egy-két dolgot. Mutass nekem egy-két dolgot, barátom. És nézzük, mennyi metálingot van. Uh-huh. 138, hát az azért elég sok. Ja, igen. Na, és ezeket tegnap szedtem. Azt hiszem 40 valamennyink volt, szóval egy ilyen... jó sokat szedtem. Igen. Ugyan 90 valamennyit. És a kommentben írták a srácok, még te mondtad nekem, uh-huh, hogy vannak azok a kis kerek kövek a parton. Igen. A vízparton. Abból lehet elég jó vasat szerezni. És tényleg én is abból szedtem össze. Úgyhogy azokat is megmutatom, hogy... Na jobb is, hogy elhúztál innen! És meg is mutatunk, elrepülünk a friciékkel, és megmutatom, hogy az milyen. Viszont találtam egy még jobb vaslelő helyet is, és azt is megmutatom. Jó. És ahhoz a super shotgunhoz, ahhoz a pump shotgunhoz kell obszidián, és obszidiánt is találtam, viszont az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes helyen van, úgyhogy nem is tudom, hogy oda elmenjünk okay, repülni. Hát én szerintem simán elmerek. Kell egy csomó hús, az lényeges. Ja. Szóval szerintem... rakjunk bele húst, és hozok fát. Szóval kell hús, hogy el tudjunk menni, okés? Na, jó. És Máté, mielőtt elindulunk, az erőt kicsit fölviszem a morált, jó? Jó. Okés. Mi ez? Jól van, Máté. Mehet a csata. Induló. Mi ez? Páti, Fréci, Páti és Fréci, Páti és Fréci, felfedezik a térképet, felfedezzük a térképet, elképesztő lesz. Mondom én néktek, nagyon durva lesz, nagyon durva lesz! Yeah! Na, oké. Okay. Hát, ez, jó, hát van, Krisztián, én nem tudom, hogy ez mi volt, de ez nagyon fölvitte a morált, az is biztos. Ugye? Hát aha, azért csináltam egyébként. Hát ez nagyon jó volt. Máté, a madaraknak nagyon-nagyon kevés a teherbírása, szóval ott azzal inkább csak felfedezni tudok. Tudunk velük, és nagyon így hordani cuccokat annyira nem. Hát azt tudom, szóval mindent le is kell pakolni, mi? De igen, és minél több mindent lepakolsz, annál jobban jársz, mert ugye annál több cuccot el tudsz azért velük is hozni, mert hát igen. Mit tudom én, azért nálam is van most
Hát még hogyha páncélunkat leraknánk, akkor még többet el tudnánk hozni, csak akkor meg félő, hogy meghalsz. Azt te is csinálj, Máté. Mit? Mindjárt mondom. Water jar. Jó, akkor csinálok egy water jart, na mondjad, hol van. Képezd ki a water jart, Máté, jó, ami van, a vizes palac. Ja. Water jar. Igen? Igen, és ez nekem miért is lesz jó, ez a water jar? Kétszer tudsz belőle inni, és hogyha esetleg szomjúságod lesz, akkor tudsz inni. Jó, ez egy jó dolog. Szóval, ha megnyom a 8-ast, akkor megtölti. Jó. Igen, és akkor most kétszer tudsz belőle inni, hogyha kell. És akkor az se lesz, hogy szomja halunk. Az egy tök jó dolog. Az tényleg nagyon jó. Akkor indulás! Utunkra indulhatunk. Merre menjünk, Krisz? Hú, ez nagyon izgalmas lesz, mert még soha sehol nem voltam, csak ezen a kis területen. Ja. Hát megmutatgathatom a dolgokat, hogy miket tapasztaltam, hogy akkor a srácok is lássák, tudod meg, hogy tudtunk vasat szedni, meg van egy nagyon fontos szabály, Krisz, amit nem szabad még csak véletlenül se elrontani, mert az életünkbe, sőt, a madaraink életébe is kerülhet. Méghozzá az, hogy nem szabad olyan helyen leszállni, ahol veszélybe kerülhetünk, mert ugye idő kell, míg feltöltődik a stamina. Ezért figyelni kell a levegőben a staminát. Tehát olyan helyre kell mindig tudni leszállni, ahol biztonságos. Igen. Hát én már egész gyakorlott vagyok, mert én repkedtem most az elmúlt napban, és úgy szoktam, hogy mindig így nagyjából kinézem, hogy hova fogok leszállni legközelebb, és akkor ott szállok le. Aha, azt, amilyen szeme van. Igen, arra kell figyelni, és Máté, nagyon figyeld az, tudod, hogy ezeket a státusz effekteket, mert én most nemrég hipotermiás lettem, aha, marha messze az otthontól, és majdnem meghaltam. És hogyha ott meghaltam volna, akkor ott marad volna a Frici benne ott a sziget. Szegény, viszont megjavítom a fáklyámat, mert az már előzi a hipotermiát. Na, megjavítottam a fáklyámat. És a fáklyával azért nagyjából tudunk melegedni, hogyha hipotermiásak leszünk, viszont azért nem árt figyelni. Nagyon figyelni kell, mert egyszer egyre durvább lesz, és hogyha nem figyeled, akkor már úgy megy le az életed a végén, okay, a hipotermiát. De estére valószínűleg visszaérünk azért. Ja, szóval szerintem is. Nappal sem. Pedig nem hiszem, hogy gond lenne ezzel. Na, Krisztián, ülj csak fel! És induljunk! A nagy világba! Juhu! Okay, és akkor ne siessünk, mert úgy azt mondtad, hogy többet tudunk menni. Igen. Oké. Okay. Szóval akkor szerintem menj te előre, és akkor követlek téged. Oké. Okay, hogy lássalak, hogy merre vagy. Jó van, Máté, a következő dolgot akarom mutatni. Igen? Azt, hogy... Igen, itt már jártam, ez nem azt izgalmas. Azt tudom, hogy itt jártál, csak akarok mutatni amúgy, valami... Amúgy, ha itt megnyomom a space-t, akkor mi történik? Akkor szerintem... Hát próbáld meg, várjál, jó, mondjuk itt. Ja, leszáll a legközelebbi helyre. Igen. Ez tök jó. Igen, szóval ezt csinálja. Oké, és na itt egy biztonságos helyet keresünk, ahol van ilyen izé, amit meg akarok mutatni. Oké. Okay. Gyere ide. Egy kicsit azért sprintelgethetünk néha. Jó. Na, és itt van ez a büdös minden. Várja, mert nekem meg kell tanulnom vezetni. Leköpte a Fricit, ez a rohadt állat! Ez is kamaj. Most dögölj ki fog meg. Ütődni. Dögölj meg örökre! Na, okés? Most ki fog ütődni. Nem, az csak így bevakít, tudod. Na. Ja. Várja, mert hozok dodókacsából húsit. A Fricit. Igen, adjál nekem. Vagyis a Petinek az inventariában, már majdnem Fricit mondtam. Na itt lehet nagyon jól látni a kontrasztot. Gyere egy picit ide, Máté. Igen? Na azt a srácok mondták a kommentben, nézd csak meg. Itt vannak ezek a kövek, ami ilyen kis töréses, ilyen kis igen? szögletes igen? törések vannak rajta. És van ez a szép kerek, lekereketett kő. Aha, meg például ez is olyan. Igen, és ezek leginkább a parton találhatóak, sőt, azt hiszem csak parton. És ezekben olyan, hát ebből ki kell ütnöd, vagy kettőt, hogy kapja egy vasat. Aha. Ebből meg átlagba kapsz olyan egy-kettőt, egy ilyen kis pici kőből. Aha. És ezekből elég jól lehet vasat szedni, szóval a shotgunhoz, mivel rengeteg, meg igazából shotgun töltényhez kell rengeteg vas, innen tudunk majd szedni. Oké. Okay. Úgyhogy az elég jó. Okés. Krisztián, menjünk valami olyan helyre most, ami mindkettőnk számára ismeretlen, és valami újféle dolgokat tartogat. Pizza lesz. Akkor menjünk még itt a parton így arra el tovább. És onnan menjünk majd be. És onnan így kezdjünk el bemenni. Ami nagyon fontos még, ami kell a shotgunhoz, és nehezen tudunk szerezni, az obszidián. És azt kéne valahol keresnünk, szóval
azt érdemes lenne keresgélni valami obszidiános helyet, ahol lehet obszidiánt. Az ilyen korom fekete. Hát volt az előző részben a barlangban. Igen, a barlangban volt, csak nagyon sok kell. És az a baj, hogy ott a barlangban meg nem volt túl sok. Szóval azt olvastam, ennek utána néztem a neten, és a hegyeken lehet találni. És én már találtam is, csak olyan nagyon veszélyes helyen kellett keresztül menni, hogy örülök, hogy kijutottam épp fogammal, hogy nem hagytam ott fogamat, na ennyi körülő. Máté, de hogy állsz a sztaminával? Mert most fele van. Fele? Aha, nekem is. Hát akkor nagyjából ugyanúgy van. Igen, mert én folyamatosan sztaminára rakok, tudod, szóval. Igen. És azt hiszem a Fritzi az 3-as volt, és most 20-as. Oké, és itt leszállhatunk egy picit, várjál. Oké. Itt mondjuk szálljunk. Na, így. Gyere, Fritzike. Jó. Hú, ez nagyon kellemes ez a kis utazás, kedves barátom. Ja. Hoppá, vigyázz, ott... Mi van? Az mi volt? Mi? Ugye nem egy T-rexet láttam. Megnézzük. Ott van! Hol? Ott. Mutasd. Menjünk oda, nézzük jó. meg. De csak biztonságos távolságból. Oké. És ne repülj gyorsan. Jó. Meg lehet állni a levegőben? Oh, az egy T-rex! Hát... Látod? Meg lehet állni a levegőben. Meg lehet állni, nem, igen. Az nem T-rex, hanem az a szarvas T-rex. Az a szemöldökös. Ami nem tudom, hogy... Szemöldökös T-rex. Várj! Karmatops! Csak nem látok rendesen. Csak leves! Hát úgy állj meg, hogy oldalra... Karnaosaurus vagy mi? És az ott dühöng, látod? Igen, mert öli a többit. Azt a rohát! Wow. Ott dühöng! Oké, és nem, Máté, menjünk innen. Máté, ott van ez a karmos dínó is. Tényleg? Azok verekedjenek már! Á, nem hiszem, hogy fognak. Milyen jó, Krisztián, hogy ez nem bánthat minket, ugyanis itt vagyunk fenn az égben, ugye? Pontosan. Azt, amit csak ott is egy karmas dino. Na és az mi az ott? Mi az a óriás? Hol? Spino! Ott verekszik egy triceratopszal. Mi? A Spino, nem látod? Ilyen óriás tüskés. Hátú. És menekül előle a karmos dínó. Azt a rohadt! Milyen dínók vannak itt, nézd! És ott vannak még ilyen másfélék is. Ott van megint egy olyan karmanusz. Azt, amiket látunk, Krisz! Csak le kell szállnunk valahova. Ja, szálljunk ide le a sziklára, gyere. Hopp, vigyázz, itt is egy ilyen karmanups alattunk. Ja nem, ez egy Matyi. Jó van. Gyere ide, Máté. Ja, oda szálltál? Igen. Ó, van. Máté, azon gondolkoztam, hogy... Új, és az mi? A karmossal! A karmossal verekszik? Igen. A nagy karmúval. Nézzük, ki nyer. Menekül! Menekül a karmos elől! Ez most kamaj! Aha! Menjünk, nézzük a harcot! Ott verekednek! Megölte! A karmos, az mi a fene? Az hanyas lehet? Nézzük már meg! Várjál! Level 1-es! És a level 1-es karmos megölte? Azt a rohát, hát nem csoda, hogy ezt alig bírtuk legyőzni. Na és ez itt mi mellettünk? Ja, ez is egy ilyen nagy nyakuszerű. Ja. Ott is van valami, nézd, ott is van valami ilyen vadászdínó. Itt van alattam most majdnem. Ott töli azt a malacot. Igen, az a szarvasdínó. Nem tudom a nevét pontosan. Máté, induljunk itt el befele a folyón szerintem. Mit szólsz? Oké. Azt a minádra figyelj. Jó. Mik vannak ott? Mi ez? T-rex! Rex, ott van! Na, attól menjünk nagyon távol. Itt fönn szálljunk le, Máté. Hát szerintem nem jó ötlet. De itt nincs semmi, nézd. Hát ott? Jó. Ott is van egy ilyen nagy dino. Azt a rex! Ezt nem is hiszem el, Kriszt, hogy ilyeneket látunk. Ja. Lelőjük. Várjál, Máté. Valamit megnézek. Ez hülye, ez majdnem leesik. Rex 74-esen van. Rex nyerek. 19-es szintű ez a Rex. Ez komoly. Aha. Na az meg ne támadjon. Na és az mi az? Ott... Futkos Spino. De az is valamilyen... Ilyen agresszív dínónak tűnik nekem. Hát... Ja. Tényleg agresszív dínónak. És mindjárt verekedni fog a Rex-el. Gyerünk! Ez az! Teknős teszik a Rex most éppen! Ez az! Verekedjenek össze!
Kiszemelt minket, szerintem el kéne innen menni. Jó. Ja, tényleg ide fölfele néz. Oké, okay, és menjünk tovább be a folyó mentén. Oké. Okay. Mindig, ha találunk valami magas sziklát, akkor arra leszállhatunk. Oké. Okay. Máté, ott van az a nagy oszlop. Látod? Tudod, az a... Ja, az a beacon. Az űrhajó. Igen, az vajon mi? Azt nézzük már meg. Aj, nagyon vigyázzunk rész a levegőben, remélem nem tud megtámadni semmi. Ott is van valami. Hát, én láttam olyat, hogy Terror Bird. Az nem tudom... Ja. Hát remélem, hogy nem az az, amire gondolunk. Hát én is. Tepej hajjalra. Na mindegy, én olyan hallottam, hogy van olyan, hogy Terror Bird. Kuecál! Remélem, az nem tud megtámadni a Terror Bird. Hát én is, mert az ide visszajönni nem vicces. Jó, hát most már, hogyha elveszít, most ezeket a cuccunkat elveszítjük, hogy pillanat alatt tudunk újat szerezni. Hát jó, de égből szalajtott Petit nem tudunk egyből. Azt tényleg. Azt a micsoda szép... Na látod, például ide jó lenne költözni, nézzük milyen szép. Igen, ez nagyon szép húszta. Hely. Ezért is mondtam, hogy jöjjünk el és nézzük, fedezzük fel a dínók világát. Ott van valami medve. Az nem kutya. Hát nem az a medve, amit én... Nem tudom. Nézd meg. Pihomia, nem az a malac. Ja, az a malac, jó. Azt hittem. Aha, na itt valami szikla tetejére szálljunk le szerintem. Ahol van izé és nem támadják őket. Oda leszállhatsz, tudod, ahol van ilyen növényevő dínó, és nincs hát ez támadása. A malac, ez növényevő dínónak tűnik. Igen. Mindegy, azért sziklára szálljunk, ja, mert ott onnan könnyebben el tudunk menekülni. Oké, okay, na menjünk tovább, Krisz. Nem szabad sokáig lemaradni. Jó, oké, okay, és akkor most menjünk ahhoz az űrhajóhoz, jó? Okay. Nézzük meg az mi. Csak remélem, hogy nem lőnek szét űrlézerrel, hát amikor oda megyünk közelébe. Most már szerintem oda fogunk érni, és a sziklára le tudunk szállni. Ja. Olyan rossz, hogy így kell tartani a kamerát. Ja, mondjuk nem, mert így tudok nézelődni. Ja. Mi volt te? Ott is milyen dínók vannak, azta! Azta! Micsoda érdekes dolgok, nem igaz, Krisz? Valóban. Milyen szép a dínók világa, és mi csak azt a kis pici részét ismertük eddig. De milyen jó, hogy most már itt is felfedeztük a dolgokat. Ott van valami, ami nem szép. Nem szép látvány. Mi ez? Ott az milyen dínó lehet? A mi az, hogy mi a... Osztorod, az valami kígyó, vagy mi nézd az? Nézd majd a föl! Kit érdekel? Nézd majd a fölöid! Oszta! Itt vagyunk az űrhajónál. Mi ez? De mi lehet ez? Mi ez, valami aréna? Nézd, ma ott, oda le lehet szállni középre. Biztos, hogy nem megyek oda be. Miért? Hát, oda biztos. Megy a fény, hát ott biztos van valami király dolog, nem? Ja, biztos van a halál. Most oda le akarsz szállni? Azt tudja, hogy meghalunk, ha oda menjünk. De miért halnánk meg? Hát most... Jó, akkor menjél. Nézd már! Mögöttünk, hogy összegyűltek ott a disznó család, meg a medve család. Micsoda érdekességeket látunk itt, nem, Krisz? Most le akarsz oda szállni? Hát... Nem biztos kapunk valami jót, nem? Ja. Beszummonó valami megadínót. Jó ötlet az, Krisz, hogy oda mész. Most már én is meggondoltam magam. Jó napot! Leszálltál? Leszállok. Green Obelisk Terminál. Na és az mi lehet? Várj! Leszállok. Úgy látom, van a közepén egy nagy gomb. Ez most kamaj. Ott szaladt valaki! Az egy ember volt! Ott van! Hűzs nagyon! Mit csinál ez? Szép volt! Csicska! Ennyi vagy. Hogy került ez ide? Azaz kapok húsit. Oké, és kimegy. Oh, azt hittem ez már valamilyen szörnyeteg. Azt hittem én is, hogy ez is itt a boss. De bejött hozzánk valaki, nem vett ja, itt nincsenek dínok. Mi lehet ez? Az obeliszk terminál, Máté. Meg közelítsem. Várjál. Szépen lassan menjünk oda hozzá. Várjál, beváltok belső nézetbe. Access inventory, Máté. Vajon mi fog történni? Máté, szerintem
Jöjjünk egy kicsit idébb a friciékkel. Hogy érted? Forduljunk meg. És amint menekülni kell, egyből meneküljünk. Jó. És hogyha egy hatalmas robbanás lesz, és a friciék se elpusztulnak? Máté, akkor nem tudom mi lesz. De a kíváncsiság hajt engem. Tudod milyen ez? Mint amikor felfedezték Amerikát. Vagy amikor felmentek a Holdra. Nem volt rá ok, de mégis hajtott őket a kíváncsiság. Érted már, Máté? Igen. Jó, akkor nyisd ki. Remélem, hogy szuper űrfegyver lesz benne. Nézzük.